mindenkit arra bizdítok, hogy vegye elő a mobiltelefonját, és beírva azt a webcímet, hogy menti.com, ezt a kódot beírva, amit középen látható, rögtön meg is adhatja az első próba kérdésre a választ, amit majd későbbiekben fogunk még a beszélgetés közben is használni. A bemelegítő kérdés nagyon egyszerű, szerintetek hányan vannak jelenleg itt ezen a rendezvényen? És hát, ha minden jól megy, és a technika is engedi, akkor fogjuk is látni, hogy egyelőre két válaszunk érkezett, az egyik én voltam, és ahogy jön sorba a válasz, úgy változni fog a képernyő. Erre vissza fogunk térni, de kezdjük azt, hogy köszönettel vettem a lehetőséget, hogy újra neves embereket interjúolhatok meg, és tehetek fel nekik kérdéseket. A kerekasztal beszélgetés egy olyan jellegű villámbeszélgetés a mi körünkben, parancsolj, amit hát én konferenciákon tapasztaltam. A lényeg az, hogy nem hosszú kifejtős válaszokat várunk, hanem nagyon rövid és velős gondolatokat várunk, és azért hívtunk meg különböző területről, különböző intézményből embereket. És hogyha egy kicsit úgy oldalról veszed, de mindegy. Kicsit oldalról vennéd. Mit? A kódot, pillanat. Bocsánat, tovább is rúgtunk. 60, 75 és 48. Ezt majd közben ki is fogom vetíteni, csak gondoltam, hogy egy gyors bemutat. De mindegy, hát be is mutatkozhatunk. Így is. Igaziból a bemutatkozáshoz vagy felvezetésben úgy gondoltam, hogy nem mindenképpen a legnagyobb tisztségeket, hanem egy érdekes jellemzőt emeltem ki. Ha már is sorba ültünk, akkor Szűcs Lacit azt ismeritek, Kecskemét, ti planetárium. Hát Hegedűs Tibort csak úgy jellemeztem, mint planetáriumi evangélista, sok minden más tisztsége mellett. A lényegeit remélem, hogy ebben fog kijönni. A Zselici Planetáriumból, ugye Mosonyi Lacit kértük fel, hogy adjon választ, és hogy egy kicsit távolabbról is lássuk a dolgot, Kis László az egy kicsit a csillagászati háttérről remélem, hogy tud majd nyilatkozni, illetve hát az ő terveikről is majd, hogy ők miket terveznek, ezt majd bele lehet szőni nyugodtan a válaszokba, és hát azért, hogy a Csillagászati Egyesület is valamilyen szempontból képviselve legyen, meg hát igen, Kolát Zoli az sok minden területen kapcsolatban került planetáriumokkal, illetve bemutató központokkal, az ő véleményére is adnánk, illetve hát egy neves intézmény, a debreceni Agórának az igazgatója, Somogyi Bélát is megkértük, hogy ő is mondja el, hogy ő hogy látja a dolgokat. Na, a lényeg az, hogy egy-két kérdés lehet, hogy provokatívnak hangzik, vagy kicsit furcsának, de a lényeg az, hogy utána tudjunk ebéd közben beszélgetni róla, és én majd közben át is fogok menni. Igen, hát kezdjük az első kérdést. Szerintetek, hogyha egy új planetáriumot tervezünk, meg álmodunk, akkor hol lenne ennek az ideális helye? És erre majd a közönségnek a válaszát is várjuk. Én elkezdem a kérdést föltenni, és majd a képernyőt azt váltom közbe. Ugyanezen a kódon lehet majd változtatni. Hát szerintem kezdjük sorba akkor, Szűcs Laci. Bocs, de én erre már válaszoltam az előbb. Igen? Térképpen is megmutattam, hogy szerintem hol kellenek még újabb planetáriumok. Amúgy ezen túl is lehet még, tehát én annak idején volt ilyen jelmondat, hogy minden városban planetáriumot. Én, ha nem is feltétlen minden városban, és nem is szó szerint, betű szerint, de igenis Magyarországon még van perspektívája fölfel planetáriumoknak. Annélkül, hogy egymást elkapos inkább városban. Hát igen, a planetáriumot inkább tovább, városban. Nézzük meg, hogy a többiek mit mondanak erre. Nem tudom, erről van a mikrofon. Közben lehet a következő kérdésre a közönség válaszát is. Én járjuk. Azt gondolnám, az én válaszom ezt is megpróbálom egy bővített mondatba, hogy mivel belegondolva a
hát a következő egy év fejlesztéseibe is, tehát a Bükki Nemzeti Parkot is ide gondolva. Én szerintem elég planetárium van már most ilyen erdőn, mezőn, nemzeti park területén. Abszolút egyértelműen azt mondanám, hogy belvárosba és városba, tehát mindenképpen település, látva a trendeket is, gyerekeket, diákokat oktatni, nincs idő arra, hogy kiutazzanak külső területekre, mindenképpen belváros. Köszönöm is, hogy kiemelted a válaszodban azt, amit nem emeltem ki, hogy planetáriumról szólt a kérdés, tehát nem kifejezetten csillagleső helyről. Okay, tehát ha az a cél, hogy minél többen elmenjenek, akkor város. Város vagy turisztikai központ, ahol sok-sok ember, százezrek, milliók fordulnak. Meg hát ugye Magyarországon nyilván ezek a nagyvárosok, illetve Balaton valahol. Megjelent egy válasz közben a közösség részéről. A kérdések között, a válaszadási lehetőségek között szerepelt a pláza is. Ezt a kérdést azért úgy földobnám mindenkinek, hogy vajon van-e helye egy ilyen helyen a planetáriumnak. Véleményem szerint ez a helyi adottságoktól is függ, mert helyről helyre mindenütt máshol van, de ha nagy átlagban nézzük, emlegettem a toulouse-i helyszínt, az egy ideális, mert a városközpontból könnyen elérhető, de van elég tér körülött, hogy legyen egy szép park is. Azt gondolom, ha egyet kellene most építeni, akkor ez a legjobb. Nagyon fontos, hogy megközelíthető legyen, és ha sok látogatót akarunk, akkor parkolni is lehessen, oda lehessen jutni. Viszont azt gondolom, hogy egy picit rosszul közelítjük meg a dolgot, mert meggyőződésem, hogy ahogy a technika fejlődik, pillanatokon belül akár, amit itt mondtál, hogy akár minden iskolában, vagy minden településen is lehet, mert bizonyos szintű élményeket már akár a mai utazó felfújható planetáriumok szintjét már szerintem viszonylag olcsón el lehet majd érni, és olyan szintű planetáriumokat, amiket Zoli mutatott, hogy 200 fő épített, döntött, nagyon jó minőségű vetítővel, az pedig az előzőek szerint, tehát városokban, csomópontokban, ami megközelíthető, ahogy az autópályák, meg az utak fejlődnek, igazából az 50 km az már nem távolság szerintem, sőt 100 sem. Közben nem kell magyaráznom, mindenki látja a közönség válaszát, azért ez is elgondolkoztató. Érdekes, hogy a város külterülete azért elég jelentősen szerepel, tehát valószínűleg azért mindenki egy kicsit a bemutató központokban is gondolkodik. Próbálok tovább lépni, és föltenném a résztvevőknek is, talán akkor visszafelé jó, hogyha válaszolunk sorba, gyorsan. Vajon ezeknek a központoknak csak planetáriumnak kell lennie, vagy komplex bemutató központoknak mindenféle csili-bili tulajdonsággal? Csak a saját tapasztalatunkról tudok beszámolni, hogy nagyon, nagyon jól tudunk úgy dolgozni, hogy mi egy szélesebb palettán szólítjuk meg a hozzánk látogató közönséget. Szerintem is ez a tendencia, hogy egy komplexebb helyen jobban tud működni, vagy jobban lehet működtetni egy planetáriumot, leszámítva az egészen kisméretű iskolába elhelyezetteket például. Egyezem. Nálunk is az a jó, hogy van más, nem csak egy planetárium. Ha már eljöttek, akkor nem 45 percet szeretnének ott tölteni nálunk, hanem inkább másfél órát, és ugye akkor már is valami pluszt kell adni. És ez így jó, sokkal-sokkal kerekebb, hogyha ki tudjuk egészíteni a planetáriumi előadást, vetítést. Az idei vendéglátogatásomra Angliába egy-két ilyen helyen voltam. Arra is hagyatkozva látom azt, hogy abszolút egyet kell, hogy értsek itt ezekkel a gondolatokkal, és ugye nekem még lesz majd egy prezentáció majd délután, azért nem akarok elébe vágni, ez erre a témára is visszatérek majd. Én azt annyival egészíteném ki, hogy pénzügyileg, tehát üzemeltetésileg is fontos, hogy ne pusztán csak a csillagos égboltot mutogassuk, muszáj, hogy valami kis plusz extrát is kapjanak az emberek, úgyhogy abszolút komplex. És hiány is van egyelőre még Magyarországon a komplex bemutató központokból. Csatlakozom az előttem szólókhoz, meg hát az előadásomra erre megint csak kitértem, úgyhogy természetesen ez a jövő útja, és ez a teljesen természetes. Nagyon szorít az idő, úgyhogy gyorsan folytassuk is a kérdést. Nagyon sok planetáriumunk van, de vajon közel vannak-e egymáshoz? Láttuk az ábráidat, mindenféle számításokat lehet fölvetni, de vajon zavarjuk-e egymást, hogyha egymáshoz közel vagyunk? A kérdés nagyon jó, és ez attól függ, hogy hogyan állunk egymáshoz, mit csinálunk. Ha kiegészítjük egymást, és arra figyelünk, legalább mi a szakmán belül, és ebben is fontos lenne egy valamiféle együttműködés, hogy ne egymást majmoljuk,
hanem egymást kiegészítsük, tehát ne pont egyforma látványvilággal, ne pont egyforma interaktív elemekkel, mindenkinek legyen valami kis specialitás, amit csak ő csinál, akkor ez teljesen jó ki tud egészülni, akár még egy településen belül is. Tehát tőlem nagyon sokan kérdezték, hogy nem félek-e attól, hogy Kecskeméten megnyílik a TIT keretében ez az új digitális planetárium, mi lesz majd velünk? Hát mi egy régi, ezer éves öreg analóg technikát használunk, hát mi lesz velünk? Lesz egy csomó minden, amit csak mi fogunk tudni nyújtani. Nálunk lesz olyan minőségű csillagos égbolt, amivel nem tud versenyezni Magyarországon egyik digitális planetárium se. Viszont náluk meg lesz olyan fajta vetítés a kupolára, egyéb más élménypontok, amelyek meg nálunk nem lesznek. Tehát szerintem mind a két helyre érdemes lesz eljönni, akár a turistának, hát az oktatásban résztvevőknek pláne. Tehát nincs konkurencia, csak ha csinálunk egymásnak, és ez csak rajtunk múlik. Most nagyon rövid leszek, egy-egy szó és egy szám. Lentről megyek, nem, föntre egy szám, 5500 négyzetkilométer jut egy planetáriumra. Egyáltalán nem zavarják egymást. Népsűrűség adatokat nem tud? Okay, jó. Lehet, hogy egy kicsit a kérdést meg kell variálni, és akkor bele kell vonni a mobil planetáriumnak a jelenlétét is. Oké. Okay. Tehát mi csak a saját helyzetünkről beszélnék. Ugye nálunk a vendégek javarészt már jártak itt a Zsolnaiban, jártak Bakonybélben, és eljöttek hozzánk is. Tehát megérkeznek a Zserici erdőbe, teljesen más élmény, hogy azon belül még csillagos égbolt is van, és meteoritok, és az erdei állatok, és az aranysakál, és nem tudom, neki az egy teljesen más élmény. Neki tetszett a másik kettő is, eljött hozzánk is, és majd még megy máshova is, és eltelik pár év, és újra körbejár mindenkit. Én ezt még nem érzem, hogy egymástól, vagy egymásnak kárt okoznánk. Hát ugye én is saját helyzetünket tudom, itt most bemutató csillagvizsgálók, hogy egy kicsit gondolunk. Ugye mi az akadémián, a Csillagászati Intézetben most fogjuk majd a svábhegyi csillagvizsgálót megnyitni. 60 centis távcső, 30 centis lencsés, 25 centis lencsés, 15 centis H-alfa naptávcső, kutyafüle, mikroszkópok, meteorit, mindenféle bizbasz, bocsánat, ezt majd ki lehet szerkeszteni. Hát a lényeg, ami lényeg, hogy ugye Budapesten, és akkor mondjuk a Polaris csillagvizsgálóval mondhatnánk azt, hogy ugye kvázi kompetítorok, vagy versengünk az érdeklődésért. Ugye nekem is mondtam, igen, az Urániának a helydét is megszereztük. Én azt is szeretném kiállítani, tehát használatba állítani szerintem 20-ra. Tehát szerintem nem reális, hogy jövőre ez meglegyen, de megvan az is, tehát az Uránia távcsöve is túl tud, tovább tud élni a telephelyünkön. Tehát például nálunk az a stratégia, hogy azokon a napokon tervezünk nyitva tartani, amikor a Polarisban nincs nyitva tartás. Tehát ilyen értelemben fésűsen kiegészítjük. Ettől függetlenül én nem félek egyáltalán, hiszen egész mást kínálunk mi fönn a Normafánál, a hegy tetején, mint mondjuk a Óbudán a Polaris csillagvizsgáló, mások a személyek, mások a témák. Tehát én ettől egyáltalán nem félek, szerintem egymást nyugodtan lehet kvázi reklámozni, és hogy hát hónap menjen el, úgyse biztos, hogy derült lesz, akkor menjen le a Óbudára. Tehát én nekem ilyen szempontból semmiféle aggodalmam nincsen ilyen szempontból a közelség miatt. Én egyetértek Lacival, tehát sokszor kedvet csinál egyik hely a másikhoz. Moziból, színházból sem kérdezik, hogy közel vannak egymáshoz, mert mindenütt más a műsor, és ugyanolyan szívesen elmennek az emberek. A másik pedig, hogy nagyon kevés még. Tehát itt a Szombathely szerepelt 50 kilométerrel, csak konkrétan, hogy miért kell helyileg lenni. Vannak elmaradott térségek, néha 100 méteren változik, hogy melyik az, melyik nem. És komoly gondot jelent a gyerekeket behozni oda 20 kilométerről, mert nincsen pénze az iskolának vagy senkinek, hogy egy buszt béreljen. Tehát ezért ott kell lenni mindenütt. Valamikor a 90-es évek elején feltették a kérdést, hogy az autókereskedők miért költöznek egy utcába, a városokban, miért nem szana szét, mert hogy így akkor a konkurencia ott van. Ők okosabbak, tudják, hogy nem egymásnak konkurenciája, hanem kiegészít. A marketing jól működik. Szerintem abszolút nem. Tehát a sűrűség az még nagyon sokára sem lesz olyan, hogy ütni egymást. És ez nem olyan, mint a brigádnapló, hogy kipipálják, amit mondtok, hogy kész voltunk már egy planetárium, és akkor innentől kezdve már ide nem megyünk, hanem pont, hogy megerősíti az étvágyat, és ha máshol, más, abszolút mindenhol, már a környezet más, az új élmény, és ezt nem lehet megunni. Szerintem, aki itt van, azért csinálja, mert nem unja meg, akkor az, aki egyszer, háromszor, ötször bemegy a planetáriumba, az nem fogja megunni. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Igen?
Persze, nyugodtan. Itt szóba került, hogy mekkora költség. Én megmondom őszintén, Balázsnak nehezen, de bevallom, hogy picit, amikor megjelentek az első utazó planetáriumok, akkor én egy picit olyan fanyalogta, hogy hát jó, ez a ilyen játékplanetárium. De éppen most, ahogy belemélyedek ebbe a témába, rádöbbenek arra, hogy itt Magyarországon nagyon-nagyon komoly ér, hogy a nagyon sok, főleg vidéki iskolának egyáltalán semennyi pénze, és ma már lehetősége sincs eljutni, mert bürokrációval mindenne megnehezítik az osztálykirándulásoknak a működését, nem tudnak más helyre. Úgyhogy még ha minden városban szinte lenne planetárium, akkor is utazó mobil planetáriumokra iszonyatos nagy szükség van itthon, és ami meglepődtem, hogy Balázsék, ti ugye jártok Németországba is, amiatt sok mindent lehet rájuk mondani, csak azt nem, hogy elmaradottak, és ott azért van egy-két szép planetárium, és ennek ellenére igenis ott is teltházasak az előadások, mert tényleg praktikus okokból nagyon jól tudnak ezek az utazó planetáriumok is működni. Bocsánat, de... Tartsd is meg akkor a mikrofon magaddal, csak hogy egyszerűbb legyen. Viszont egy nagyon költői kérdés, ez talán egy megosztó kérdés, vajon gyerekeknek szól-e a planetárium? Vagy be tudjuk-e vonzani a felnőtteket is? A planetáriumnak szerintem a legfontosabb feladata, hogy mint minden más kulturális vagy oktatási intézmény, mindenkinek szóljon. Ugye a tanulásnál is élethosszígtartó tanulásról beszélünk. Nyugdíjasok egyetemre járnak, meg továbbképzésekre. Teljesen természetes, hogy a 3 évestől, én itt húznám meg a határt, mondjuk, ha én lennék ilyen helyzetben, illetve magam nevében, a Kecskeméti Planetárium nevében, 3 éves kortól a 120 éves korig bezárólag mindenkinek kell, hogy szóljon a planetárium. Nem egyszerre, egy programon belül, de gyorsan kiegészítem a kérdést, csak hogy egyszerűbb legyen válaszolni, és mivel lehet megfogni a felnőtteket, mondjuk? Hát erre hosszasan lehetne válaszolni, módon? Különféle dolgokon, igen. Ami saját tapasztalat, ugye Magyarországon, vagy nálunk Kecskeméten nagyon komoly, ha a családok jönnek elsősorban egyéni érdeklődőként planetáriumon, a gyerekkedvér. Hát sajnos ez egy trend, de nem csak nálunk, hogy a felnőttek maguktól nem jönnek el. Vannak erős elképzeléseim egyébként, hogy lehetne olyan programokat csinálni, ami kifejezetten csak felnőtt program is, ahol mondjuk párok jönnének el, vagy mit tudom én, de... Ugye? Ezt mindenki gondolja tovább. Igen. Nyugodtan mindenki gondolja tovább. Jó, haladjunk is tovább akkor, jó? Most lehet, hogy megosztó leszek, de most az utóbbi évtizedben a tehetséggondozáson és az utánpótlás nevelésen dolgozó emberként én most a vágyálmaimat mondanám, és konkrét arányt is mondok. Én szerintem a közönség aránya a következő években én annak örülnék, hogyha 50% a diákság, általános és középiskola, és a maradék 50% oszlana meg úgy, hogy 25-25 az aktív felnőttkorú lakosság, és 25% a nyugdíjas korúak és egyéb. Nem fejtegetem itt, hogy miért, meg hogyan, de muszáj, az oktatás olyannyira elmaradt a természettudományos és műszaki oktatása a középiskolákba és az általános iskolákba, hogy muszáj, tehát ez feladat, ez nem is vágyalom részemről, hanem egy felszólítás a planetáriumok felé, hogy a diákokat oktassák, nyomják. Az evangélistát. Igen. Erre a számra utolja. Okay. Tehát nem csak gyerekek nálunk, nagyjából a vendégeinknek szerintem a negyede, harmada az, aki gyerek. Tehát a nagyobbik része a vendégeinknek az felnőtt. Ugye nálatok szervezett csoportok is jönnek. Csoportok is jönnek, igen. Tehát tényleg az óvis csoporttól a nyugdíjas csoportig, a kettő között bármi, családok, kutyafüle, minden megfordul nálunk, és így ez a statisztika nálunk így jön ki, hogy nem csak gyerekek, egy fontos célcsoport nálunk is. Más kell nekik nyújtani? Természetesen. Tehát, ahogy a Laci mondta, Szűcs, hogy egy különböző típusú programjaink vannak, időben, tartalomban, ezt nem lehet mindenkit egy kaptafára szórakoztatni. Persze, tehát bejön a gyerek, jó, mekkora, ugye a távcsőre nektek, tehát mi ezt már átéltük párszor. A felnőtt is, hogy akkor belenéz, tehát mikor szemben. Tehát lényeg az, hogy persze nyilván mindenki célcsoport. Én nálunk már vannak előzetes tapasztalatok, ugye kinyitottunk elmúlt másfél-két évben a Akadémia Intézet kapuját, ilyen Herschel koncert augusztusban, repülőkajak kiállítás,
ugye júniusban volt egy ilyen művész csajnak egy ilyen installáció kiállítás, ezek természetesen felnőtteket érdeklő dolgok. Tehát mondjuk azt, hogy a művészettekkel való karba vagy karöltve való haladás, az a felnőtteket fogja megfogni, a gyerekeknek meg hát ezt kell adni. Hát van igény, és ezt mert persze, körében, van szerinted. Igen. Tehát a kevésbé komoly válaszom az az, hogy én egy olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek gyerekek maradnak egész életükre, és nem ilyen akármilyen birkák válnak belőlük, és ebben segít az, hogyha vannak olyan programok, ahol gyerekek tudnak maradni a felnőttek. Ha most az arányokat nézzük, a Toulouse-t emlegetem, mert direkt tudtam a kérdéseket, nem titok, mi tudtuk a kérdéseket előre, tehát megnéztem, ott körülbelül harmad része a látogatóknak az iskolai csoport, és a legnagyobb szeret azok az egyéni látogatók, amiben persze családok is vannak, és akkor mindig olyat kell produkálni, az egész családnak egy megfelelő dolog. És hát nagyon sok olyan dolog van, amivel lehet. Nekem az egyik ilyen érdekes kedvenc témám a bor és csillagászat, ami nyilvánvalóan a felnőtteknek való program lenne. Teljesen egyetértek azzal, amit Zoli mondott. A mi személyes tapasztalatunk az, hogy nálunk az adottságaink okán a nagyságrendileg a gyerek ifjúsági korosztály az, aki nagyobb számban vesz részt ezeken a programokon. Ebben még akár a tehetséggondozás oltárán is az elmúlt években már sikereink is vannak, tehát lehet sikereket elérni, hogyha vannak eszközök, és vannak, akik ezt csinálják. Úgyhogy mindenki szerintem, amit mondott, az mind fontos. Egyébként meg nem húznék ért, hogy kinek szól, mert annyira egyedileg és helyben a kapacitástól is függ, akár attól, aki tartja, annak a habitusától is függ, hogy kihez tud jól szólni, sok minden befolyásolja. Ti hirdetétek meg olyan programot, ami kifejezetten csak és kizárólag felnőtteknek szól? Tartalmilag, hát, akármilyen szempontból? Ilyet nem, de konkrétan, amit mi ott elkezdtünk 2 éve, és nagyon jól működik, erre Gyuri tudna igazából beszámolni, szállodákkal van olyan együttműködésünk, hogy este 9-kor Gyuri értük megy, a Békás tónál a Nagyerdőn keresztül sétál velük, közben már ott beszélnek sok mindenről, beérkeznek az agórába, ha csillagos az ég, fölmennek a kupolába, egyébként kapnak élményeket, ha bármilyen idő van, akkor a planetárium kiegészíti, másfél-két óra múlva úgy mennek el, hogy nem a szállodában a wellness bezárt 7-kor, és akkor nyomkodja benne a szobában a tévét, hanem valami olyan élmény, és ezt először azt gondoltuk, hogy havonta egyet majd valamelyik szállodával megcsinálunk, most pedig van olyan, hogy hetente 2-3-szor jönnek hozzánk, tehát ez például egy ötletből ez jött ki. Erre a kapacitásunk is nagyjából most itt van, tehát a napközben a csoportok és a Gyuri kapacitása főleg az esti. Tehát mi most nem gondolkoztunk abban, hogy speciálisan felnőtteknek. Hozzátenem a saját tapasztalatainkat is, mi az Utazóplanetáriummal egyre több meghívást kapunk egyébként szállodákba, ilyen családi hétvégékre és egyéb programokra. Persze. Az annyi, hogy a határonat nem felnőtt gyerekben húznám meg, hanem érdeklődő és kvázi laikusban, amikor a harmadikas kisrác kérdez a Kuiper-övről, a felnőtt pedig megkérdezi, hogy és éjszaka hol van a nap? Köszönöm. Az jó volt, nem meg... A következő kérdésre, ha sikerül. A szavazó szoftvernek van egy olyan jellemzője, hogy egy új prezentációt kell megnyitni, úgyhogy igaziból egy fél pillanat türelmet kérek, és egy új kóddal lehet a következő kérdésre a közönségnek válaszolnia. Mindjárt, amint megjelenik, elvileg ez a kód már nem ez, de addig fölteszem akkor a kérdést, inkább úgy csináljuk a válaszadóknak, hogy vajon, hogyha álmodunk egy nagy planetáriumot, az mekkora legyen Magyarországon, és kell-e, hogy őrült nagy csúcsfelbontású csillagvidéki planetárium legyen? És addig beállítom a közönségnek is. Nagyon röviden válaszol. Ha röviden kéne válaszolni, azt mondom, hogy igen, egy ilyen planetáriumra szükség van Magyarországon, úgyhogy én nagyon-nagyon drukkolok a budapesti planetáriumnak, hogy Hanvaiból
mint a Phoenix újraéled, egy nagyon korszerű 21. századi vetítőgéppel, remélhetőleg egy multifunkciósabb funkciókínálattal, mint volt. Erre nagyon nagy szükség volt. Megint csak Hegére mutogatok, pár évvel ezelőtt ő hozott föl több lépés, sőt tavaly volt előadásod, hogy mekkora turista lát, hogy a top 5-ben a legnagyobb városokban a planetáriumok sok helyen benne vannak. Tehát igazi turista mágnesek ezek a planetárium is. Én is nem csak azért, mert planetáriumban dolgozok, igenis egy fontos célpont, ha elmegyek valahova, ott megnézem a planetáriumot, úgyhogy szükség van egy nagy planetáriumra, ahol akár 3-400 ember is elfér. A közönségnek mondom, hogy ha egy másik böngészét is megnyitnak, lehet adni következő választ is, vagy szomszédnak át lehet adni a válaszadási lehetőséget. Minél több választ kapunk, annál jobban tudunk belőle következtetést levonni. Természetesen kell, nekem is egyértelműen igaz igen a válaszom. Én akkor kicsit hozzátenném a koromból adódóan azt az élményt, amit a 70-es évek végén az jelentett egy vidéki, nyiladozó értelmű fiatalnak, hogy elmenni az ország legnagyobb planetáriumba és a csillagászat templomába. Tehát ez muszáj kell. Én oda az üres helyre tennék, hogy 300-350 főbe kéne belőni hát kb. Ennyit tud is, tehát sőt, most még több is ennél jelenleg, de tehát kell, és hogy a fölbontás, na most bár tudtuk a kérdést előre valóban, de igazából nem kezdtem el számolgatni, nem muszáj a 8K-t erőltetni meg minden, ezt ki kéne számolni, hogy ugyanis akkora távolságról néznek már a nézők, és pláne, hogyha döntöttet tudnánk csinálni, amerret nagyon szavaznék, hogy ez döntött legyen, akkor ugye a hátsó sorba ülők szembe falon már ugye körülbelül 45 méterről nézik azt, amit néznek. Nem kell a 8K, ebbe biztos vagyok, tehát egy olyan 6K körül. Korrigáljanak. Ez egy nagy tévedés, felbontás, független a átmérőtől, mert a szögben kell mérni. A szemed az egyik perc. Igen. De mire szavaznál, akkor nézzük azt. Tehát minél nagyobb felbontás. Jó, tehát a 4K az egy jó optimum, azért, mert hihetetlenül megbonyolítja a helyzetet, hogyha valaki 8K-ban csinál, de én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én már láttam 8K-s planetáriumot, meg 4K-st, meg láttam azt, ami itthon van, azért különbség van, de van még egy fontosabb dolog, az a kontraszt. Tehát, van kisebben, tehát itt a kontrasztot kell nézni elsősorban, a lézeres projektorosak azok, amik sokkal jobb kontrasztot tudnak elérni, és azám nem mindegy, hogyha a kép egyik oldalán van valami, ami világos, és akkor máshol nem látod amiatt. Tehát a planetárium saját magának csinál fényszennyezést nagyon könnyen, hogyha a kontrasztja jó, akkor az nagyon sokat tud segíteni. Hallgassuk meg a többiek véleményét is még. Oké, köszönöm. Jó, tehát persze kell. A 200 és 400 között, gondolom a 20 méteres kupola, döntött kupola az a praktikus méret, most, hogy abba hány szék fér be manapság, azt majd megmondják az okosok. A 8K nem hangzik rosszul, én ezt nem értek, hogy milyen gyorsan fog fejlődni a filmipar ehhez, tehát lehet érdemes megvenni már most, vagy lenne érdemes megvenni a mostani csúcsot, hogy minél később bavuljon el. Illetve jobban is hangzik, tehát ha a marketing részét nézem, akkor Közép-Kelet-Európa első, egyetlen, az azért az jó, hát még ma számít. Ma még ugye 2K körül járunk Magyarországon. Brunóba upgrade-elték a 4K-s planetáriumot 6K-ra, ha közel nézünk. Azért kell nekünk 8K-ra. Tehát azért kell nekünk 8K-ra. Tehát én megmondom őszintén, én nem vagyok nagy planetáriumban járni. Én digitális planetáriumban 10 év ezelőtt voltam először, akkor Melbourne-be, kiábrándító pocsék, kontrasztalan szar volt, bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam. Tehát én szeretni a... tehát ezt akarom. Tehát igen, nagy, kell egy nagy létszámú, ez nyilván Budapestre kell, mert ott van a sok, ott a 2 millió ember, ott a nem tudom hány millió turista per év. Én nekem a 200-250 az nem egy népszerű létszám, nekem az is bőven elég lenne, de hát nem én döntök erről. És hogy kell-e a 8K, itt az, amit a másik Laci mondott, hogy ne avuljon el. Tehát, hogy most még az, hogy bonyolultnak tűnik, nekünk nem 5 év távlatban, hanem 10-15 év távlatban kéne gondolkozni. Nem fogjuk tudni 5 évenként felújítani. Tehát akkor inkább most vegyük meg a legjobbat, és akkor aztán eleve, ha most azt mondjuk, hogy na, most legyen, abból mire átmegyünk, ugye ez nyilván állami pénz, vélhetően nyilván közbeszerz, az 22-re lesz meg. Tehát addigra már egyáltalán nem biztos, hogy annyira nagy bonyodalmat okoz a 8K-s.
Na. Én már válaszoltam, csak annyit teszek még hozzá, hogy a méret az azért is lényeg, hogy 20 méter legyen legalább egy, mert akkor a geometriai hibák azok sokkal inkább kevésbé érződnek, és az nagyon sokat számít. Technika az alapvetően én is úgy viszonyulok minden eszközben, hogy lehetőleg igyekszem a legjobbat, és ha 8K már jelen van, akkor az kell. Viszont emlékeztetnék egy 2 évvel ezelőtti számodra előadásodra, amikor a 4K-t először itt említetted, és mondtad, hogy de ez még elérhetetlen, mert olyan ár. Tehát azért azt is látjuk, hogy ebben a műfajban is az árak néhány évente, most a 4K kezd annyiba kerülni, mint néhány évvel ezelőtt az 1002-es felbontás. Tehát a 8K is azt gondolom, hogy hamarosan 16-ról is beszélhetünk, tehát megfog bennünket, tehát szerintem mindig az aktuális topra kell hajtani, mert hogy az elérhető, és akkor azt nézzük meg. Igen? Nagyon rövid megjegyzésem. Azért gondolkozzunk már el, hogy mire alapul a planetárium a csillagosségbolt látványára. Ezt lássuk be, 8K-t még nem láttam, csak 4K-s vetítés, de mai projektorok még nem tudják a csillagosségboltnak azt a valósághűje látványát, amelyet igenis az analóg vetítőgépek tudnak. Hát én egyébként emiatt nagyon a hibrid planetáriumokra esküszöm. Szükség van a mozgóképre, szükség van a kontrasztos jó látványra, és valószínűleg mondjuk én egy ilyen 10 év távlatában úgy tippelem, hogy ezek a projektorok el fogják fölbontásba érni, meg kontrasztba, hogy nem kell már külön analóg vetítő a csillagos égbolthoz, de ma, ahol én jó csillagos égboltot láttam, az csak és kizárólag hibrid planetáriumon volt. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Csak egy olyan beszúrást tennék, hogyha már valakinél a mikrofon van, közben tekintsünk a monitor vagy a kivetítőre, ahol a közönségnek egy picit más a véleménye. Vajon? Jó. Én szeretném, hogyha a moderátor úr megengedne egy valóban provokáló kérdést, egy gyors kérdést az ittenieknek. Laci, neked már nem is kell válaszolni, mert most válaszoltál. Az igazából az a kérdés itt, és az volna a provokáló kérdés, hogy kell-e Magyarországnak ebben a bizonyos szuperplanetáriumban csillaggömb, tehát optikai vetítés. És ez a, ugyanis el kell, hogy mondjam mindenkinek, kár, hogy az érintett, leginkább érintett nincs jelen, a Gyuszi, én úgy tudom legutóbb, hogy törölték a tervből, hogy univerzárium 11-es vagy a 10-es legyen, tehát jelenleg úgy néz ki, hogy csak digitális lesz. Tehát az én kérdésem, hogy kell-e? Na most Lacinak volt ez a fölvetés, ezt az érzést, na egy ilyen CEISZ univerzárium 11-es, ez megadja ezt az érzést. Tehát kérdésem, kell-e? Kölcsön-e az ország arra, hogy legyen? Persze. Igen. Mindenki, igen. Jó. Na, akkor egy gyors kérdéssel menjünk is tovább, közben a közönség véleményére kíváncsiak vagyunk. Már megegyeztünk, hogy legyen szuperplanetárium, én úgy látom, de hol legyen ez? És természetesen mindenki a saját szíve szerint szavazzon, és igaziból ez az elvárt. Nem ok nélkül vettem ezt a kérdést, hiszen a cseh példa az, hogy a prágai planetárium időben lemaradt a brugnói planetáriumhoz képest, ami Csehország második legnagyobb városa, de viszont rettenetes nagy nézőközönséget tud bevonzani. És akkor adjunk is választ. Gyorsan, mert kaptunk egy időbeli szorítást. Budapest. Yes, Budapest. Budapest, vagy legyen 2. Felcsút. Jó felvetés. Budapest. Én csak Debrecen mondhatom. Miért ne? Na, még erre a válaszokra visszaadunk, a közönségtől várjuk a választ, mert még csak 12 válasz jött, de gyorsan az idő miatt azért fölteszem a következő kérdést. Vajon ismeretet terjesztünk, vagy oktatunk? Mi a fő célunk? Lehet-e az a hozzáállás, hogyha bejön egy iskolás csoport, akkor ővel letudta az oktatási részét az adott tananyagnak? Sajnos ez nekem élő példa. Tehát sok esetben járunk olyan iskolába, ahol azt mondják, hogy jaj, de jó, meg volt tartva a csillagászatóra. Úgyhogy... Abszolút napi tapasztalat, a pedagógusok kétféle módon jönnek, legeltetni, tehát ők lehetőleg átadják és nem foglalkoznak vele. Az, akit el tudunk érni, akivel kommunikálni tudunk és meg tudjuk vele értetni, hogy ő visszamegy, és jobb, hogyha azt az értéket beépíti a mindennapi munkába, ott azt gondolom sokkal hatékonyabb az a munka, amit mi is elvégzünk. De mi a magunk oldaláról azt gondolom, hogy mind a két területen igyekszünk maximálisat nyújtani.
Tehát az oktatás az egy sokkal szélesebb körű dolog kellene lennie, teljes összefüggés rendszerével, azt 3/4 óra alatt nem lehet átadni. Igen, hát az csak akkor lehet úgymond fölvállalni, hogy ha nem csak az egyszeri alkalom, hanem mondjuk, mit tudom én, szakkörbe fogad az ember, vagy tehát hogyha valami rekurrens, periodikus aktivitást, folyamatos aktivitást tartunk és szervezünk, akkor lehet úgymond azt oktatásnak nevezni. Egyébként csak ismeretterjesztés. Tehát az egyszeri alkalom az nem oktatás. Mi szívesen lennénk része az oktatásnak, de a pedagógusok ezzel nem keresnek meg minket. Ezt a legeltetés kifejezést még nem voltam, de nem rossz. A kérdésekre sorra a választ. Tehát, mivel nincsen csillagászati témájú óra szinte már, tehát most már még a fizikából is nem tudom, mennyire tudjátok, kiszedegették. A feleségem az fizika tanár, de nem, de már a fizikában bent lévő, meg a természetismeretben bent lévő csillagászati dolgokból is szedegettek. A feleségem középiskolai fizika tanár. Úgyhogy muszáj. Tehát itt most már kiváltásról van szó, gyerekek, mert nincs semmi szinte bent, de természetesen a legjobb az volna, ha csak kiegészíteni kéne. Lehet-e egy tanárnak a hozzáállása? Hát sajnos lehet-e vagy se, ez a tanár hozzáállása. Tehát ez. Egyszerűen már a tanárok se képeződnek, hogy így mondjam csúnya szóval, tehát az, hogy a Szegedi Egyetemen van részem a csillagászat képzésben, már a tanárok se nagyon, és félnek is a csillagászattól. Amikor versenyeztetjük őket, a diákokat, egyszer rettegnek, hogy jaj, még kiderül, hogy kevesebbet tud a csillagászatról, mint maga a diák. Tehát úgyhogy ez, és hogy van, lehet-e olyan mélységű tudást adni egy bemutató központban kellene. Tehát, de nyilván 45 percben nem lehet, de pont abban van a titka az egésznek, amit itt mondtatok, rakjuk össze a válaszokból, hogy muszáj, hogy bevonzuk többször ugyanazt a közönséget. Tehát jöjjenek el többször, egyszer ezt nézni, meg egyszer erre tanítjuk, másról meg arra. Én most nagyon rövid leszek. A mai magyar valóságból kiindulva ez az egyetlen lehetőség a planetáriumnak, hogy azt a csillagászatot, amit nem tanítanak az iskolákba, abból valamit, ha kell, egy alkalommal, mert nincs más lehetőségünk, egy alkalommal, bízván abban, hogy minden évben elmegy valahova kirándulva egy-egy planetáriumba, és akkor ez valahol összeadódik, eljutassa azt a tudást, ami úgy gondolom ugyanolyan alaptudás, mint az irodalom, vagy bármelyik más tudásterület. Nagyon szűk az időnk, és én kérek 5 perc hosszabbítást, hát ha megkapjuk a szervezőktől. Na, azért egy-két olyan provokatív kérdés még van, kell-e csillagász? És itt most olyan csillagászra gondolunk, aki végzett és ért hozzá. Igenis, meg nem is. Egy csillagásznak nem feltétlenül jó, akkor nem, röviden, mert a csillagásznak elsősorban szerintem nem az oktatás lenne feltétlen az a pedagógus, az egy másik szakma, hanem az a feladata, hogy valamit megállapítson, valamit bebizonyítson, tehát inkább a kutatás fele kellene egy szakcsillagásznak, és ez is a trend, de ettől függetlenül persze szakértelme mindig kell, és együtt kell működni. Mivel hitem szerint két ember kell egy a legkisebb planetáriumhoz is. Igen, egy. Mi a másik egy? Hát az, hogy kell, a demonstrátor is kell. Tehát kell egy hostess, egy gomnyomogató? Egy demonstrátor és egy szakcsillagász, de muszáj, kell. A hostess az teljesen jó pofa dolog. Be kell vonzani az embert, igen. Nem árt, jó, ha van. Vannak olyan amatőr csillagászok, akik azon a szinten vannak, hogy igenis meg tudják tartani az előadásokat, még a trükkös aljas kérdésekre is tudnak válaszolni. Szerintem nem kell, szerintem az kell, hogy jó tudása legyen, ahhoz nem diploma kell, hanem hogy sokat olvasson a témában, jól beszélőkéje legyen, az sem a csillagász diplomával kapja az ember, tehát én azt gondolom, hogy nem kell, inkább egy olyan ember kell, aki szereti a csillagászatot. Tudja, hogy komolyt is rólad. Igen, tehát én tudok olyan csillagász kollégáról, akit nem szívesen látnék egy planetáriumban bemutatóként. A másik pedig, amit kapcsolódok, hogyha az a gyerek jön, aki a könyvtárban már elolvasott mindent, és egy nehezet kérdez, kell valaki, aki rendesen tud válaszolni. Hál' Istennek, azt gondolom, nálunk így együtt van a dolog, és ez így jó. És ha jövőbenre gondolunk, akkor kell? Ezen most még én nem gondolkoztam. Na,
kicsit, hogy mit nyújtunk. Kell-e analóg planetárium, a digitális planetáriumban csillagokat kell mutatni, vagy látványos filmeket? Ugye ebből kaptunk ízelítőt, egy véleményt. Gyorsan. Szerintem erről itt mindenki, amit mondott, azzal egyetértek, hogy ez egy fejlődő folyamat, amiben jönnek az új tartalmak, filmek formájában, minőségben változik, egyre jobbak is vannak, meg vannak, amik rossz irányok. Szerintem ez majd úgy, ez a kisebb keresztmetszet, vagy ez a nem szűk keresztmetszet, azt gondolom. Lehet úgy is föltenni a kérdést, hogy kell-e még csillagokat mutatni a filmek mellett? Hát mindenképpen kell a csillagokat mutatni, de ahhoz, hogy működőképes legyen egy jó planetárium, ahhoz kell az az élmény, hogy a tenger alatt vagyunk, vagy akárhol a világegyetemben. Tehát azt csak a csillagokkal nem tudod megmutatni. Igen, tehát az, hogy kell-e a csillagokat vetíteni, igen, kell, hiszen azért planetárium, tehát mert mégiscsak a csillagászatú. Tehát azért tegnap este, amiket láttunk, most így vissza fölidézve a tegnapi vetítést, én nekem az exobolygós tetszett a legjobban, és azért, mert abban volt a legszebb az ég. Tehát az összes többi, tehát abban volt a legszebb, abban Udel, 63-66, ott volt minden, ahogy kellett lennie. Tehát, és tényleg olyan, hú, de szép az ég. És akkor az, hogy még ott a nő mondta már 17-ször, hogy just right, az már nagyon idegesítő volt 15-ször, de az ég az akkor is elmulasztotta ezt a irritációt. Tehát szerintem kell ez is, az is, nyilvánvalóan tenger alatti képeket, ha ki tudunk vetíteni 8K-ba, ferde akármivel, akkor az egy olyan plusz, ami kell, de a planetárium az mégiscsak a csillagászatról. Szóval tehát az is kell. Kell, mert szerintem ahhoz tudnak a legkönnyebben kapcsolódni a vendégek, és azért is jöttek el valószínűleg, hogy a csillagos égbolthoz valahogy valamit halljanak róla, arról szeretnének többet tudni, tehát kell a kapcsolódás miatt. Azért hozzáteszem, hogy a kérdés nem csak arra vonatkozott, hogy csillagot vetítsünk-e, vagy filmet, hanem arra is, hogy interaktív élőszavas. Tehát én azért hagyj válaszoljak erre, hogy ebben most hiány van. Hiány van, és mi az, amit egy budapesti planetáriumban a 70-es évektől 90-es évekig vetített csillagos, gyönyörű szép izé nem adott meg, nem lehetett rögtön kérdezni. Szóval én azt mondom, hogy ebben látok egy jövőbeli lehetőséget, ami még nem sok helyen van kiaknázva, ugyanis a filmekből is rögtön jönnek a kérdések. A csillagvetítésből is jönnek a kérdések, sokan igénylik azt, hogy rögtön kibeszéljék magukból a kérdéseket, és akkor ott legyen az előadó, aki mindjárt válaszol. Szóval én azt mondanám, hogy az élőszavas interaktív bemutatókat kéne erőltetni a jövőbe, és minél több ilyen legyen. Igen. Most én nem akarom mondani, hogy mennyi adást tartozom a planetáriumban, annak nem az összes konzervműsor volt, hanem volt nekem azért élőszavasom is nagyon sok, tehát volt, amikor felkérésre történt, valamilyen szakmai dolog volt, például a navigáció oktatás, és nálam interaktív volt mindig. Fülem jó volt, tehát hogyha valaki megszólalt, általában azok nem voltak teltházasak teljesen, tehát aki elől szólt, ugye azt nem mindig lehetett hallani, de hát 400 fős nem volt, de volt ilyen 20 fős, 50 fős, vagy 100 fős, vagy 200 fős, ahol nyugodtan lehetett közbeszólni. Na most, tehát rendesen műsorrendben lévő iskolai műsoron természetesen ezt nem csináltuk. A másik, ami furcsa volt, jó, hát csak számomra volt furcsa, hogy utána rögtön a gyerekeket állították föl iskolai műsor után, és nem lehetett kérdezni, mert ők már mentek haza, mert tűztek haza, mert ugye óra volt ilyesmi. De az élőszavas mindenképpen kell. Egy gyors választ a Kecskeméti nézőpontról, ahol ugye A legfontosabb dolog megint az élőszóval kapcsolatban, természetesen mi ezt csináljuk, tehát ez erre egyértelmű igen a válasz. Ez mérettől is függ egyébként. A másik része a kérdésnek viszont megint nagyon fontos, csillagoségbolt. Mi az, amit a mai ember abszolút nem lát már, nem tapasztal a csillagoségból? Ha pont ezt vesszük ki a planetáriumba, akkor bocsánat, de ez már nem planetárium, ez már valami más. Ez akkor egy mozi. Gyorsan folytatjuk a kérdést. Már az is letelt. Közönség? Még maradnak. Én ilyen pofátlan vagyok, nagyon úgy látszik. Vajon milyen témát dobná be a köztudatba, hogyha egy új planetárium műsort kaphatná bennél? Hát nehéz kérdés. Űrkutatás, csillagászat és gyakorlatilag a természettudományoknak a teljes tárházatát. Olyan új témát, ami eddig nem hangzott el a planetáriumokban, most hirtelen nem tudnék mondani.
Szerintem minden, tehát ami belefér, ami a kupolán jól mutat, és erre már vannak kedvenc is... Kedvenc téma esetleg? Nincs. Bármi. Bármi, ami jól mutat, és félgömbön élményt nyújt. Már tudom. Pedig Kislacitól azt vártam, hogy az exobolygók témája felvetődik. Röviden. Tehát rengeteg lehetőség van, mindent ki kell használni, hogyha személyesen, amit én szeretnék közreműködni, Magyarország csillagos égboltjai, csillagos égbolt partjai, nemzeti partjai, csillagok együtt a környezettel, na és persze Boris csillagászat. Tehát egy kicsit mutassuk be egymást is, akkor ezek és szerint. És zene persze. Ugye? Jó. Azért egy gyors kérdést tennék. Tegnap vetítettünk egy filmet a látásról. Szerintetek, ami nem csillagászat, de természettudományok, helye van a planetáriumban? Szórakoztató központ vagyunk-e, vagy pedig? Ebéd. Igen? Ebéd. Ez, akkor egy záró kérdés lesz az ebédben. Az előbb volt a záró kérdés. Előbb volt a záró kérdés. Itt a végén légy szíves, hogy az első szavazásnál ki hány főre szavazott itt a jelenlévőknél. És hányan nem tudnak számolni. Ez legyen talán szerintem itt most a zárás. Ha sokan. Volt ilyen kérdés, a leges-legeső... Tudom, csak nem olyan egyszerű oda-vissza. Ugranom egy pillanat. És akkor megmondod. Igen, én közben itt egyrészt megszámoltam itt a jelenlévőket, másrészt meg ellenőriztem a kérdőívet is, és akkor utána megnézzük, hogy ki az, akinek sikerült. És mit kell, igen? Tollak. Nem, sajnos az, amely a tollak, azok ki vannak számolva. Nem tudom, látszik-e? Na! 35-40. 35-40 fő, tehát így van, aki... nem, bocsánat. Aki a második rubrikára szavazott, a 40 és 45 fő között, az szavazott jóra, de úgy látszik nagy tévedés. Azért nem volt, mert 43 embert számoltam össze, úgyhogy ez a nyerő itt az első kérdésre. Kicsit talán alacsonyabb, mint az elmúlt években, hiszen 60 fő is volt. Köszönjük szépen a válaszadóknak és a közönségnek is részvételt.